Szokásos időben, június 1-én kinyitja kapuit a nagy közönség előtt a Paksi Ürgemezei strand. Itt a város melletti kellemes zöld környezetben várja vendégeit a Mezőföld vízüzemeltette fürdőlétesítmény. Hát az épületre és a létesítményre nem kevés pénzt, energiát fordítottunk idén is az önkormányzattal karöltve, hogy a komfort, a használhatóság és esztétikai szempontból egy jobb színvonalra hozzuk idén is a strandot. Így az általános karbantartási feladatokon túl nagyobb felújításon esett át a bejáratnál található pénztárhelyiség a hozzá tartozó szociális helyiséggel együtt, és megszépült a nagymedence melletti úszómesteri iroda is. Emellett korszerűsödött a strand területre telepített hangszórórendszer, valamint újítás, növelve a személy- és vagyonbiztonságot, hogy a reflektor és kamerahálózat már a strand teljes területét látja és lefedi. Azért is fontosak ezek a komfortérzetet javító intézkedések, mert egy-egy forró nyári napon akár 1500 fürdőző vendég is megfordul itt a Paksi strandon. Bár Tolna megyében több fürdőlétesítmény is csalogatja a vendégeket, a Paksi még őrzi a versenyképességét, ugyanis a Tolna megyében legalacsonyabb jegyárakkal itt várjuk a vendégeket. Idén is mindössze 10-20 forintos növekedést tapasztalnak majd a vendégek, így például egy felnőtt belépőjegy 870 forint, egy tanuló belépőjegy pedig 660 forint lesz. A strand 43.200 négyzetméteres területén idén is úszó és élménymedence csúszdával, pancsolómedence, homokos sportpályák, büfé, szabad külső élőfüves pihenőterület áll a vendégek rendelkezésére. Újdonságként július 22-én egy szórakoztató medencés parti és kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd a hagyományos programok mellett. A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre kerülnek a már-már hagyományos sport és szabadidős programok a strandon. Ilyen az atomzsarú strandfoci bajnokság, illetve a tűzkakas országos strandfoci várkupa, illetve a mezőföldi Skft. Hagyományos családi és sportnapja, illetve egy újdonságként Poolfesztivál néven július 22-én egy szórakoztató medencés strandpartira várjuk a szórakozni vágyó fiatalokat. Itt helyi együttesek, tánccsoportok és lemezdobosok fellépésével zajlik egy program. Ez lesz az egyetlen olyan strandrendezvény a nyáron, ami magasabb éjszakai zajhatással jár, ezért előre is kérik a környéken lakók megértését és türelmét.